A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Tamás, hogyan értékeled az első felkészülési mérkőzést? Mi valósult meg abból, amit elterveztél? Hát végül is, amit mi elterveztünk, az az volt lényegében, hogy a játékosoknak egy terhelést adjunk, ami totálisan megvalósult, mert a játékosok az első perctől kezdve az utolsóig tényleg mindent kiadtak magukból, úgyhogy elérte a célját ez az edzőmérkőzés, de természetesen messze menő következtetéseket nem lehet és nem is szabad ebből levonni, mert azért voltak olyan hibák, amiket ki kell javítani, vagy egy játékos pihent állapotba remélhetőleg nem követel. Na most egy hét után persze így azt mondom, hogy az így rendben volt totálisan, de erre még lehet azért még egy lapáttal rakni, és azon vagyunk, hogyha a következő hetekben az edzésmunka az rendben lesz, akkor ez még jobb lehet. Bemutatkozott két új igazolás is, velük mennyire voltál elégedett? Ugyanúgy, ahogy a csapat többi tagjával, mindenkivel elégedett voltam, ők is úgy gondolom, hogy jól illeszkedtek ebbe a csapatba, megmutatták, hogy mi az erényük, és hogy miért próbáltuk meg őket idehozni ide ehhez a csapathoz. Rajtuk kívül több fiatal is lehetőséget kapott tőled, az ő játékukat hogyan láttad? Hát nézd, mindenképpen meglepetés volt számomra is, hogy milyen parádisan léptek be ebbe a csapatba, úgyhogy mindenképpen övék a jövő, ahogy néztem, lehetőségeik azok meg lesznek, de tényleg a hozzáállásuk, a karakterük és a játékuk főleg az meggyőzött engem arról, hogy igenis itt vannak tehetségek az utánpótlásban.